Oroszországban is egyre súlyosabb már a járvány. Egyetlen nap alatt csak nem 1000 fertőzött halt meg. Ilyenre még nem volt példa az országban a koronavírus megjelenése óta. A kórházak COVID osztályain már most 90%-os a telítettség. Országszerte tesztelésre és oltásra buzdítják az embereket. A moszkvai vezetés ugyanis szeretné elkerülni az országos lezárásokat. Pillanatok alatt megvan a gyors teszt, és gyorsan megérkezik az eredmény is. Natália nem koronavírusos. Egy ismerősöm lett beteg, és nemrég találkoztunk, csak szerettem volna megtudni, hogy megfertőződtem-e. Mondta el a moszkvai asszony, miért ment el a tesztközpontba. Ilyen gyors tesztelő központokat állítottak fel számos helyen az orosz fővárosban, hogy minél tisztább képet kapjanak a járvány terjedéséről. Egyre több ugyanis a felső légúti megbetegedés. A szezonális influenza miatt még bonyolultabb a helyzet, így most még kiemeltebben fontos, hogy felelősségteljesek legyünk az egészségünkkel kapcsolatban, és gondoljunk a körülöttünk lévőkre is, fejtette ki az orosz miniszterelnök. Arra kérik azokat, akikről bebizonyosodik, hogy koronavírussal fertőződtek meg, hogy vegyék komolyan a karantént. A delta variáns ugyanis rohamosan terjed az országban. Országos szinten a koronavírusos betegeknek fenntartott kórházi helyek több mint 90%-a már betelt, és 6000 beteg van lélegeztetőgépen. Kedden több mint 28,500 új fertőzöttet azonosítottak, ami megközelíti az eddigi legmagasabb napi esetszámot, amit még tavaly decemberben mértek. A járvány kezdete óta a legmagasabb napi halálozási adatot regisztrálták, csak az elmúlt 24 órában újabb 984 halálesetet írtak a koronavírus számlájára. Az ország 5 régiójában hétfőtől csak az mehet színházba, moziba, edzőterembe vagy étterembe, aki igazolni tudja a védettségét. Két másik régióban pedig felfüggesztették a nem sürgősségi műtéteket a kórházi ágyok telítettsége miatt. A Kreml azonban nem tervez országos szintű lezárást, inkább az oltási kampány felgyorsításával szeretnék megállítani a járvány terjedését. A koronavírus elleni küzdelem tovább folytatódik. Önök is tudják, hogy sok államban megnövekedett a fertőzések száma. Az egészségügyi dolgozóknak egyre nehezebb feladata van. Az oltás megvédi az embereket a komolyabb megbetegedéstől, ezért fel kell gyorsítanunk az oltási kampányt, jelentette ki Vlagyimir Putyin. Az emberek oltakozási hajlandósága azonban még mindig nagyon alacsony. A teljes lakosságnak eddig kevesebb, mint a harmada kapta meg a vírus elleni vakcina mindkét dózisát.